Jó hangulatban edzettek a héten a kisvárdai futballisták, ami nem meglepő annak tükrében, hogy a csapat a legutóbbi fordulóban az Újpest ellen megszerezte idei első bajnoki győzelmét. Az is fokozta az örömöt, hogy a korábban megsérült két játékos, Alekszandr Jovic és Czérna Erik esetében nincs szükség műtétre, konzervatív kezeléssel is javul az állapotuk. Az Újpest ellen szerzett három ponttal a kisvárda visszakapaszkodott a tabella harmadik helyére. Jó hangulatban kezdődött a hét, ugye, hogy megvan az első bajnoki győzelmünk. Nem, mintha addig rossz lett volna a hangulat, de azért ugye jól hangzik az, hogy veretlenek voltunk még az első három fordulóban, viszont sajnos azért nem sok pont járt, csak három. Éppen ezért már nagyon vártuk az első hazai győzelmet, ami teljes mértékben érződött is a játékosokon, mind az öltözőben a mérkőzés előtt, mind pedig a mérkőzés folyamán. A győzelem után, a mérkőzés után nem volt az a határtalan nagy öröm, mert érezték azt, hogy saját önkontroll alapján, hogy azért vannak hiányérzetek, de összességében az a lényeg, hogy a három pontot beírták, és ez egy kicsit, nem mondom, hogy megnyugodhatunk, abszolút nem, mert nem nyugszunk meg, mert ugye hétről-hétről harc van, viszont az egy kicsit pozitívabb mederbe helyezte a történetet. Az NBA tabelláját a 46 pontos Ferencváros vezeti, megelőzve a 32 pontos Kecskemétet és a 31 pontos Kisvárdát. A sereghajtó Vasas eddig 18 pontot szerzett. A két csapatot 9 hely és 13 pont választja el egymástól a táblázaton. Nem szabad senkit, hogy megtévesszenek a helyezések. Ugye a Honvéddal is egy nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, kieső zónában van, az Újpesttel szintén, jön a Vasas, nem könnyű mérkőzés egy sem. Viszont ha azt nézzük, hogy ugye a Vasasnak iszonyatos bő kerete van, van válogatási lehetőség, csak azt mondja, hogy 10 csatáruk van, volt válogatott játékosok. Nyilvánvaló, hogy a magyar csapatból kifolyólag a legeslegtöbb NBA-s mérkőzés száma rendelkező NBA-es csapat. Negyedik legkevesebb gólt kapta, viszont a legkevesebbet rúgta. Ez lehet megtévesztő is. Azt mondjuk, hogy 10 csatárból több volt válogatott csatár is van közöttük. Nem szabad abszolút lebecsülni senkit. Tehát itt lehetnek még meglepetések is, lesznek is. Bízunk benne, hogy nem a mi mérkőzésünkön, mert ahhoz, hogy mi is menjünk tovább a céljainkért, a dobogóért, meg kell nyerni a mérkőzést. Teljesen mindegy, attól függetlenül, hogy a Vasas jelen pillanatban anyadik helyezést foglalja el a tabellán. A Vasas-Kisvárda mérkőzés szombaton 19 óra 30-kor kezdődik az Iroszki Rudolf stadionban. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Budapest Honvéd, Zalaegerszeg Molfehérvár FC, Puskás Akadémia Paks, Kecskemét Újpest és Debrecen Ferencváros.